Oberfellach Karintiában fekszik, Ausztria legdélebbi tartományában. Lakosainak száma körülbelül 2300, és már a 10. században éltek itt emberek. Manapság főleg a gyógyfürdőjéről és a turisztikai látnivalóiról híres. Mindjárt az épület mellett, ahol laktunk, található a Gröppenstein Schlucht, ami egy nagyon szép szakadék vízesésekkel. Körülbelül 2,5 km hosszú maga a szakadék, ami végigjárható. A magasság különbség 230 méter, és fából készült hidakon és korlátokkal ellátott lépcsőkön lehet végigjárni a szurdokot. A délelőtti tanulás és a városjárás után első nap, hétfőn a Máltatába mentünk el. Ez egy gyönyörű, szép alpesi autóút, 14,4 km hosszú. Útközben vízesések zuhannak alá jobbra és balra, egyik szebb, mint a másik. De nem csak a vízesések érdekesek, hanem az alagutak is, ugyanis 7 alagút, 9 híd vezet át az úton. Van olyan része, ahol lezárják, annyira szűk az út, hogy nem fér el egymás mellett két jármű, ezért le van zárva a fele mindig. A hatalmas Kölbreni gátnál ér véget ez az út. Ezt a gátat 1920 méter hosszú, a legmagasabb víztározó fal Közép-Európában. Végig lehet járni, 626 méter hosszú és 41 méter széles. Most majdnem tele volt vízzel, legalábbis elég sok víz volt benne, és a magas falon vannak ilyen ismertetők, ahol magyarul is végighallgathatjuk a gát építését, illetve hogy mi a haszna egy ilyen gátnak, és ott hallottuk azt az információt, hogy annyi vizet tudnak összegyűjteni, ami Pécs városának egy éves energiaellátását tudná biztosítani. A gáttal szemben egy csodálatosan szép hotel készült, a hotelben kiállítás van a környékről, különböző ügyességi feladatok vannak a gyerekeknek, illetve van egy 4D-s mozi is, ami egészen új, eddig nem találkoztunk vele, és ott meg is néztünk egy nagyon aranyos kis 4D-s filmet, legalábbis a csapat egy része megnézte. A falról gyönyörű szép kilátás, tényleg meseszerű a táj, olyan, mint egy képes lap. Nagyon szép volt, szép időnk is volt. Visszafelé úton megálltunk a Falbach vízesésnél, ami 200 méter magas, és az egyik legmélyebbre zuhanó vízesés, nagyon szép volt. Illetve ami érdekes volt, hogy a vízesés lábánál egy vízi játszóteret találtunk, nem is annyira játszótér, különböző felhasználási módja a víznek, amivel a gyerekek kísérletezhettek, de hát természetesen játszani is lehetett. És akinek kedve volt, az felmászhatott a vízesés lábához, ahol egy kis zuhanyban is részesülhetett. Nagyon élvezték ezt is a gyerekek. Oberfellach is már Möltában fekszik, gyakorlatilag itt kezdődik a 2 és 3 ezres hegycsúcsok birodalma. 1987 óta nyáron is használható síterep, ami Möltaler Gletscher, ami 3122 méter magasan található. Már a feljutás is nagyon érdekes, itt van a világ leghosszabb alagút vasútja, a Möltaler Express, ami 4758 méter magas, és 8 perc alatt 1000 méternyi szintkülönbséget áthidalva viszi fel a turistákat a 2200 méter magasan fekvő középállomásra. Itt át lehet szállni 6 személyes kis kabinos felvonókba, és feljutunk körülbelül 10 perc alatt 2800 méter magasra, majd aki síelni is akar, még tovább utazhat egy új 6 üléses lifttel, ez aztán 3122 méterre szállítja az embereket. Ezt mi kihagytuk, de voltak, akik felmentek, mert mi augusztus elején voltunk fent, és láttunk több síelőt is, sőt, sikerült nekünk is hógolyózni, amit nagyon élveztek a gyerekek. A közelben található a Ragga szurdok, a Ragga Schlucht, az Alpok egyik legszebb szurdoka. 800 méterrel ugyan nem tartozik a leghosszabb szurdokok közé Ausztriában, de biztos az egyik leglátványosabb.
a meredek szűk sziklafalak 200 méteres mélységet is elérnek. A ragasz útonban is tégek, lépcsők és hídak segítségével lehet túrázni. A túra útvonal egyben tematikus útvonal is, mely felvilágosítást ad ezen egyedülálló természeti csoda keletkezéséről és történelméről. Először 1882-ben tették bejárhatóvá, de 78 óta még jobban figyelnek rá, ugyanis természetvédelmi területnek számít. Nem egyszerű végigjárni, de biztosan megéri, mert gyönyörű szép vízeséseket lehet itt is látni, és a természeti képződmények is egyedülállóak. Különösen érdekes volt, hogy egy napon sikerült a Mölltáler Gletschernél hógolyózni, és még ugyanaznap este elmentünk Oberfellach városi strandjára, ahol a nagyon klassz időben fürödtek még a gyerekek, csúszdáztak és élvezték a vizet. A következő napon egy másik alpesi panoráma utat látogattunk meg, ez volt a Nockamstrasse, 35 km hosszú, nem olyan nagy magasságra visz fel, de érdekes, hogy mint egy hullámvasút 1400 méterről indul, felvisz 2000 méterre, aztán megint lemegy 1300-1400 méterre, majd ismét felvisz 2000 méterre az út. Gyönyörű szép legelők, virágok, erdők, legelésző állatok, tehát mindenféle érdekesség látható útközben, illetve bizonyos pontokon megállóhelyek vannak, és ezeken a megállóhelyeken különböző látnivalók, például játszóterek, például kiállítás a környék nevezetességeiről, illetve természeti csodáiról, vagy például egy harangocska, kívánság harang, amit ha sikerül valakinek háromszor átfordítani, és közben gondol valamire, kíván valamit, akkor teljesülhet a kívánsága. Természetesen minden gyerek megpróbálta átfordítani a harangot. Hát volt, akinek sikerült, volt, akinek nem annyira. Egy másik megállónál egy 3D-s filmet néztünk a Nokedli hegyekről, ugyanis a Nockam hegyek, azok tulajdonképpen Nokedli hegyeket jelentenek, ami azt jelenti, hogy nem túl magasak, de nagyon szépek. A következő programunk ezen a napon a Feldamsee Alpenwildpark. Ez egy nagyon érdekes állatkert, ugyanis nem csak élő állatok, hanem kitömött preparált állatok is megtekinthetők. A preparált állatok közül megnézhetünk először a Halmúzeumban különböző tavi, illetve folyami halakat. A következő látnivaló afrikai állatokról szól, illetve grizzly vet néven észak-amerikai állatokat is megnézhetünk. Nagyon érdekes, mert például ami az egyik szenzációt, hogy egy hatalmas zsiráf, igazi hosszú nyakával, amit lépcsőn felmenve tudjuk megnézni a nyakának a végén, található fejét természetesen, ez érdekes volt a gyerekeknek, illetve a grizzly medvéknél van egy kis barlang, ahova külön be lehet bújni, és meg lehet nézni bent egy másik kis anya medvét. Amikor kijöttek a gyerekek a múzeumból, akkor a környéken élő állatokat lehetett megnézni, ők élő állatok voltak, simogatni is lehetett, 30 féle őshonos vadon élő állatot találhatunk itt, dámvadakat, hegyi kecskét, lámát, vaddisznót, szamarakat, pónikat, kecskéket, és aki úgy érzi, és elég bátor volt, az meg is simogathatta. Itt mondanám el, hogy Karintia nagyon gyermekbarát, bárhova mentünk, mindig családi programokat lehetett látni. Itt is minden úgy van kialakítva, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A látnivalókon kívül például itt is van játszótér, szintén majdnem mindenhol megtalálható.